Köszöntöm a nézőket! Székesfehérváron ülésezett a Megyei Jogúvárosok Szövetsége. A kétnapos programba tekintettek be a következő percekben. Tartsanak velünk! Az ország 23 megyei jogú városának polgármestere, leköszönő vezetők érkeztek két napra Székesfehérvárra. A Megyei Jogú Városok Szövetségének idei első közgyűlésének nyitónapján Szita Károly elnökön kívül Varga Tamás országgyűlési képviselő és Cserpalkovics András polgármester köszöntötte a résztvevőket. Sokat beszélhetnék arról, hogy szerintem miért jó itt élni, de inkább abban fejezem ki örömömet, hogy egyáltalán így most össze tudtunk jönni. Hiszen tavasszal nem volt egyértelmű, hogy lehet-e tartani akár a megyei városok vonatkozásában egy közgyűlést, ha igen, akkor milyen feltételek mellett lehet ezt megtartani. És most mégis összejöhettünk, és városaink ügyeiről, közös ügyeiről fogunk tudni ma, illetve holnap egyeztetni. És ebben a nagyon nehéz időszakban, ami minden város, minden települést, a megyei városokat is kihívás elé állította, és nem is kis kihívás elé állította, akkor beszoktam lépni ebbe a terembe, és körbenézek, akkor mindig nagyon megnyugodtam, mert rájöttem, hogy így 900-tól 1919-ig olvasni a város történelem könyvét, hány, de hány sorsfordító volt, ennél sokkal nehezebb szituációval is, amit nem csak ez a város, hanem a nemzet egésze is túlélt, és aztán utána újra tudott gyarapodni, újra tudott növekedni, úgyhogy úgy leszünk most ezzel a helyzettel is. És én úgy éltem meg, hogy a közösségi erő viszont igenis meg tud jelenni egy ilyen helyzetben, és sokatokkal is beszélgettünk ebben az időszakban a tapasztalatokról, ki mit hogy csinál, és mindenhonnan az a visszaigazolás jött, hogy igen, ezeknek a településeknek az összetartó ereje megmutatkozott ebben az időszakban. Most pedig összejöttünk, hogy részben ezt is értékeljük, részben pedig ennek a járványhelyzetnek a társadalmi és gazdasági következményeit is értékeljük számba véve. Ezeket a kérdéseket, hiszen tudjuk, hogy városüzemeltetésben, városfejlesztésben egyaránt komoly következményei vannak ennek az időszaknak és ezen időszak hatásainak, és közben pedig felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy vannak még szabályok, amiket kérünk, hogy mindenki tartson be, és bizony, ha körbenézzünk Európába, akkor azt is látjuk, hogy a számok is úgy alakulnak, hogy bizony fontos, hogy ezeket a szabályrendszereket részben betartatjuk, adott esetben alkalmazzuk, önkormányzati szabályokkal kiegészítsük, hogyha lehet, akkor kerüljük el, ha nem lehet, akkor pedig az a bizonyos második hullám legyen enyhébb, mert hogy a gazdaság még egyszer egy ilyen nehéz 3-4 hónapot egyszerűen nem bír ki, annak már nagyon-nagyon súlyos következménye jelennének, ez sem egyszerű, ami nyilván hat az önkormányzatok gazdálkodására és költségvetésére is. A kormány támogatásával 4400 milliárd forintnyi beruházás jött létre és zajlik jelenleg is a magyar nagyvárosoknál, jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a közgyűlésen. Kiemelte, a kormány jövőre is folytatja a modern városok programot. A 2021-es költségvetés biztosítja az erre a célra elkülönített 50 milliárd forintot, így a beruházások által lehet növelni a munkahelyek számát. Ez a gazdaságvédelmi akcióterv eddig jól működött, beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen 1,2 millió embernek tudtuk a munkahelyét megvédeni. Több mint 200 ezer olyan munkahely van, ahol közvetlen direkt támogatást tudtunk biztosítani a munkaadóknak ahhoz, hogy a munkahely megmaradjon. És a lehetőségeinkhez képest az adókönnyítésekkel, a hitelmoratórium bevezetésével pedig azt támogattuk, hogy minden vállalkozás kapjon egy esélyt, egy lehetőséget ahhoz, hogy ezt a nehéz időszakot túlélje, és a termelését vagy a szolgáltatását fönn tudja tartani. 2021-es költségvetés ezt a pályát viszi tovább, ahogy itt elnök úr is említette, a gazdaságvédelmi alap és a egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alap a két nagy olyan alapja ennek a költségvetésnek, amelyik az emberi élet megvédése, tehát a járványügyi készültség fenntartása mellett azoknak a nagyon fontos gazdaságpolitikai céloknak is eleget tesz, amellyel minél hamarabb próbáljuk a magyar gazdaságot visszatenni arra a pályára, ahol a válságot megelőzően volt. Ez azt jelenti, hogy a gazdaságvédelmi program is a munkahelyteremtésre és a munkahelyek megvédésére fog koncentrálni. 2021-ben az a legfontosabb célunk, hogy a munkahelyeinket újra teremtsük, a megszűnő munkahelyek helyett újakat hozzunk létre, és a korábban nagyon látványos, dobogós munkanélküliségi európai adatot újra vissza tudjuk hozni, tehát hogy minél kisebb legyen a munkanélküliek aránya a magyar gazdaságon belül. Természetesen, és itt érek rá a másik részére a mondandómnak, nem csak a vállalkozások, hanem a települések is partnereink abban, az önkormányzatok, hogy ez a gazdasági visszaépülés minél hamarabb, minél gyorsabban megtörténjen. Két nagyon fontos eleme van ebben ennek a 2021-es költségvetésben. Az egyik,
a Modern Városok program, ami kifejezetten a megyei városokat érinti, és amely a kormány és a települések közötti megállapodást tartalmazza. Ezt mindenképpen szeretnénk végrehajtani. 270 projekt van ebben a 23 településsel kötött megállapodás sorozatban. Ez több mint 4000 milliárd forintot érint. Eddig 1800 milliárd forintot fizetett ki a magyar költségvetés annak érdekében, hogy ezek a konkrét programok meg tudjanak valósulni. De folytatni kívánjuk a programokat, és így a 2021-es költségvetésben 50 milliárd forintos ráemelést hajtunk végre. Összességében 270 milliárd forint lesz az, amellyel a Modern Városok programban szereplő programokat támogatni fogjuk. Ez egyik nagyon fontos elem, ebben településenként eltérő kulturális, művészeti, infrastruktúrális gazdaságfejlesztési programok vannak, ezeket most nem sorolom el. Ebben az évben is már jó néhány programot tudtunk júniusig lezárni, többek között, ha jól emlékszem, a Kaposvári Csiki Gergely Színháznak a beruházását is, úgyhogy ezt szeretnénk mindenképpen folytatni. A másik hangsúlyos elem a települési operatív programoknak a köre, ahol folytatjuk a megkezdett munkát. Az a célunk, hogy sikeresen tudjuk lezárni ezt a 7 éves fejlesztési ciklust, és készen álljunk arra, hogyha elindul a következő 7 éves 2021 és 27 közötti időszak, akkor ezt sikeresen tudjuk megindítani. Palkovics László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium minisztere is előadást tartott a közgyűlés nyitónapjának délutánján. A miniszter beszámolt a koronavírus helyzetben hozott intézkedésekről, elmondta, a gazdaságvédelmi akcióterv keretében a munkahelyteremtést több mint 800 milliárd forinttal támogatja az állam. Egyértelműen az, hogy hány embert érintett ez a válság, ezt nehéz megmondani. Különböző irányokból kell tudni összerakni ezt a számot, ami aztán valamennyire jó, valamennyire nem. Mondok egy példát, hogy ha valaki mondjuk külföldön dolgozott, és a vírus hatására ott megszűnt a munkahelye, ő hazajött. Őróla nem biztos, hogy van információnk. Részben azért nincs, mert ha nem jelentkezik be például a regisztrált álláskeresőknek a rendszerébe, akkor őről nem tudjuk azt, hogy itt van, viszont lehet, hogy nem is dolgozik, hiszen előtte talán keresett annyit, hogy ezt úgy gondolja, hogy néhány hónapot, amíg a világ normalizálódik, majd újra vissza tud menni. Na most itt a KSH-val közösen létrehoztunk egy olyan rendszert, ami a különböző meglévő elemekből próbál meg aztán különböző becsléseket tenni. Az egyik ilyen bemeneti adatsor, ez a regisztrált álláskeresőknek a száma. Hát itt az látszik, hogy gyakorlatilag most már a negyedik, ötödik hete az innét kikerülőknek a száma az magasabb, mint akik egyébként jelentkeznek regisztrált álláskeresőként. Ugye arra vigyázni kell, hogy a zöld oszlop ez a kikerülőknek a számát jelenti. Ez két dolgot tartalmaz. Nagyobb részben általában egyébként, tehát 70-80%-ban azokat, akik munkahelyet találtak és ezért kerültek ki, és van benne valamennyi rész, ami viszont kikerül a rendszerből, mert a három hónap eltelt, vagy pedig egyébként nem kíván ebbe részt venni, de nem biztos, hogy olyan állása. Az elmúlt hét az már olyan volt, ahol a bekerülőknek a számát már messze meghaladta, a munkahelyjel ebből a rendszerből kikerülőknek a száma. Tehát itt volt egy szaturáció valahol 4 héttel ezelőtt, és azóta folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresőknek a száma. Lehet látni egyébként, hogy ez mikortól van, tehát az a június 3. hetétől kezdődően gyakorlatilag itt megfordult az a trend, amit egyébként márciusban láttunk. Ami még érdekesebb, a foglalkoztatás helyzetképpen, hányan dolgoznak tevőlegesen ma Magyarországon, júniusban többen dolgoztak, mint januárban. Tehát több munkavállaló volt a magyar munkaerőpiacon, mint januárban, és hogyha megnézzük mondjuk az tavalyi márciusi számot, akkor ahhoz képest is magasabb volt ezeknek a száma. Tehát itt látszik az, hogy gondolkozunk nagyon sokat, hogy ez mitől is van, hiszen azért a számok nem minden esetben passzolnak össze. Itt az történt, hogy azok, akik külföldről hazajöttek, és nem tudtak visszamenni, ugyanis látszik az, hogy a nyugat-európai gazdaságok, hát itt nyilván angol, holland, német, osztrák gazdaságot kell nézni, nem igényli ezt a munkaerőt, ezért ők
kezdtek elhelyezkedni. Tehát ők nem a regisztrált álláskeresési rendszerből kerültek, hiszen nem kerültek be, mert nem akartak bekerülni, hanem miután olyan tapasztalat tudással rendelkeztek, ők munkahelyet találtak Magyarországon maguknak. Tehát egy ilyen kicsit ilyen visszás, de nagyon pozitív helyzet alakult, hogy bár ott nem csökkent olyan mértékben a kijövőknek a száma, viszont itt növekedett az alkalmazottaknak a száma. Ugye itt most a feladat az az, és ezt önöknek szerintem nem kell elmondani, hogy milyennek a jelentősége, hogy ezeket az embereket itthon kell tartani. Tehát ki kell találnunk arra a megoldást, hogy hogyan fognak ők akkor is itthon maradni, ha majd egyébként mondjuk az angol gazdaság az abba az állapotba kerül, hogy újra föl tudná venni ezt a mennyiségű munkaerőt. Itt néhány százezer emberről beszélünk, hogy pontosan mennyi, ezt ugye nem tudjuk, mert semmilyen kötelezettséghez nem kapcsolódik. A becsléseink különböző számok alapján ez volt 200-250 ezer ember jött haza, és egyébként jelenik meg ilyen értelemben a munkaerőpiacon egy olyan tudással, ami lehet, hogy magasabb szintű, mint egyébként az, aki mondjuk ugyanezen a munkahelyen előtte dolgozott. De ez nagyon érdekes jelenség. Júniusban többen dolgoztak Magyarországon, mint ez év januárjában, ami egyébként az utolsó béke hónap volt, tehát ott még a vírus hatásait nem nagyon éreztük. Megnéztük azt is, hogy ugye a KSH statisztikai hivatal, ő meghatározott elvek alapján számolja a munkanélküliségi rátát, ugye ez mindig egy 3 hónapos mozgalomnak az átlagát szokta jelenteni, ami bizonyos szempontból nem felel meg a ténylegesen nehéz helyzetben lévőknek a számának. Ezért aztán generáltunk egy olyan számot közösen, amire azt mondtuk, hogy nézzük azt meg, hogy akkor ténylegesen különböző adatokból hányan vesztették el a munkájukat, hányan készültek rövidített munkaidőbe, kik azok, akik felfüggesztették például a vállalkozásukat, hányan nem fizetnek biztosítást, mert hogy felfüggesztették, vagy például az egyéni vállalkozók esetén ez egészen pontos szám, hogy is alakult ez a helyzet. És ebből kijött az, hogy a különböző gazdasághoz különböző területein hány emberről beszélünk. Amit nagyon érdekes, ha csak mondjuk a narancsárgát nézzük, ez a rövidített munkaidőbe kényszerültnek a száma, ez körülbelül megegyezik azzal, ahányan egyébként jelentkeztek a kormány által meghirdetett Kurzarbeit rendszerbe. Most ilyen 190 ezer emberről beszélünk, ha ezeket összeadjuk, akkor nagyjából itt ezt a számot fogjuk megkapni, akik egyébként legalább 2 órában alkalmazásban állnak, a maradék részben pedig vagy az állam, vagy más formában, de támogatást kapnak. Nagyon fontos azt is érteni, hogyan élik ezt meg a munkavállalók. Ezt is folyamatosan figyeljük. Itt egyébként egy több száz oldalas struktúrával rendelkezünk, tehát különböző számokat nézünk. Most már ezt egy mesterséges intelligencia alapú rendszerrel is tudjuk vizsgálni, és tudunk bizonyos következtetéseket tenni. Megnéztük azt, hogy hogyan változik az a szám, vagy az érzés, hogy a munkahelyét valaki veszélyeztetve érzi. És hát lehet látni azt, hogy az áprilisi átlag különböző területeken, ez ilyen 9% környéki volt, májusban az emberek véleménye már inkább az volt, hogy kevéssé érzik a munkahelyüket veszélyben, 5,7%. Június számok még nem állnak rendelkezésre, de ahogy egyébként elnézzük az alkalmazásnak a számait, úgy tűnik, hogy ez tovább fog csökkenni. Megnéztük azt, hogy az egyéni vállalkozások hogyan indították el a tevékenységüket. Ugye itt március-áprilisban nagyon sokan szüneteltették a tevékenységüket. Nyilvánvalóan a bizonytalanság az egy olyan dolog, ami egy vállalkozót annak az átgondolására késztet, hogy hogyan tudja fönntartani a tevékenységét. Ez a trend, ez májusban már megfordult, tehát itt már többen fejezték be a szüneteltetést, mint akik egyébként kérték a vállalkozásoknak a szüneteltetését. Csak néhány példa. De tipikusan kis vállalatokról beszélünk, néhány sős cégekről beszélünk, vagy egyéni vállalkozókról beszélünk. Például itt lehet látni a járművezető oktatóknak a kérdését, ugye nem nagyon tudtak egyébként sem tanítani, hiszen ott egy fizikai közelséget jelentett volna ez az oktató és az oktatót között, de ugyanez volt a helyzet egyébként a fodrászat, a szépségápolás területén. Na itt azért már elkezdődött egy másik irányú mozgás. Ha összegekről kell beszélni, akkor ez az ábra azt mutatja, hogy melyek azok a támogatási programok, aminél beruházást vagy fejlesztést támogatunk, úgy, hogyha egyébként ehhez a vállalkozás hozzáteszi a saját részét, tehát legalább felét hozzáteszi annak az összegnek, amit az államtól kap támogatásként, de nyilván pályázati programtól függő. Ha ezeket mind összeadjuk, akkor nagyjából itt 500 milliárd forint pályázati lehetőséget írtunk ki. Ezek jelentős része egyébként
egyébként már a döntés megtörtént, és egyébként a szerződéskötések zajlanak. Ez azt jelenti, hogy itt minimum 800 milliárd forintot, például a GINOP 1-2-8-nál 70%-os a támogatási intenzitást, tehát ott nyilván kisebb részt kell hozzátenni, de legalább 800 milliárd forintnyi beruházás fog létrejönni az elkövetkező időszakban, ahol az állam egyébként tevőlegesen megjelent, és ehhez különböző forrásokat biztosított. A koronavírus járvány okozta gazdasági válságban sem állnak meg a fejlesztések, a külföldi befektetők számára vonzóvá kell tenni a nagyvárosokat. Ezt mondta Magyar Levente miniszterhelyettesi feladatokat ellátó külügyi államtitkár előadásában a közgyűlés második napján. Elsődleges törekvés, hogy minél egységesebbek legyenek a külföldi befektetések az ország területén, a legszegényebb megyékben is valósuljon meg beruházás. Amikor a beruházásokról beszélünk, akkor az első és legfontosabb kérdés a támogatási intenzitás mértékén túl, amit ugye regionális alapon állapítunk meg, de ez egy EU-s kötöttség, tehát itt sok mozgásterünk nincsen, az, hogy van-e elérhető és azonnal belakható ipari park az adott területen. Ha nincsen ipari park, nem tudunk segíteni. Tehát itt az első olyan konkrét megállapításom, amit szeretnék nagyon hangsúlyosan elmondani önöknek, minden egyes várost mi képviselünk, proponálunk, levisszük a befektetőt, nyomjuk ezeket a városokat, de kell fejleszthető terület. Akár készipari park, nyilván az a legjobb, de nekem az is elég, hogyha rá tudnak mutatni egy mezőre, ami azonnal fejleszthető, és mondjuk a kommunális infrastruktúra többé-kevésbé rendelkezésre áll. Tehát ennélkül az a kérdésem, hogy ne várjanak tőlünk csodát, mert még egyszer nem mi szabjuk meg ezeknek a beruházásoknak a helyszínét, hanem segítünk a megvalósításukban közvetett eszközökkel, beruházó döntésén múlnak ezek a helyszínek, és itt egy komoly verseny van, tehát mindenki, az a kérésem, hogy ebből kiindulva jelezze nekünk akár, hogyha tudunk abban segíteni, hogy ipari parkot fejleszünk az adott településen, ebben személyesen állok rendelkezésre. Nagyon fontos, kiemelendő tapasztalat, és itt néhányan önök közül ezt remekül csinálják, hogy segíti a munkánkat az, hogyha van egy professzionális helyi csapat a polgármester közvetlen környezetében, kabinetjében, vagy akár egy önálló ügynökség formájában, amelyik egy ilyen kvázi kis sipaként helyben el tudja adni az adott várost, az adott fejlesztést. Tehát kis hipákat szeretnék minél többet látni. Ilyen kis hipa működik Debrecenben, felkészült csapat működik a kecskeméti polgármesterasszony mellett, a Zoltán mellett, és sorolhatnám még, sok mindenkit kihagytam, akit még ide lehetne sorolni, de ezek a városok kifejezetten ebben profik. Nyíregyházán éppen ezt a szerepet most a Debrecennél fogják átvenni, olyan jól muzsikálnak, tehát hogy mondjam, ilyen ősi riválisokat is összehoz ez a kérdés, mert felismerte Debrecen, hogy neki érdeke az, hogy az egész térség fejlődjön, ne csak a szűk értelemben vett közigazgatási határokon belüli városrész. Tehát az a kérdésem, hogy ezzel foglalkozzanak, és ebben is, hogyha tudunk segíteni, akkor bátran keressenek, mert nekünk az az érdekünk, hogyha profikkal tudunk helyben dolgozni, és nem az van, hogy Budapesten megbeszélünk valamit, lemegyünk helybe, és akkor ott néznek ránk, hogy nincsen angolul beszélő munkatársa az önkormányzatnak most név nélkül, így nehéz mondjuk egy komoly külföldi beruházót meggyőzni arról, hogy ez egy felkészült és beruházásra alkalmas helyszín. Ami nagyon fontos és röviden említettem, az az infrastruktúra fejlesztésnek a kérdésköre. Itt is készültem egy-két térképpel. Ez még a versenyképesség növelő, tehát a 800 000 eurós támogatásoknak az eloszlása, amiről röviden szóltam. Ugye nagy részük Budapesthez, Pest megyéhez kötődik, de szépen reprezentált az ország összes vidéken, nyilván azokkal a különbségekkel, amelyek egyértelműek, de kiemelném, hogy Borsod megye ebb tekintetben is, mint hogyha kapaszkodna fölfele, tehát Miskolchoz nagy reményeket fűzünk a továbbiakban is. Ugye ez a 800 projekt, tehát a 806 darab projekt, ami jelentkezett, a szektorális megoszlását mutatja ez az ábra. Az élelmiszeripar jár az éren, ami nekem személyesen egy nagy öröm, mert azt jelenti, hogy a vidék hangsúlyosan képviselteti magát. Ugye ezek az élelmiszeripari beruházások döntően vidéki nagyvárosokban valósulnak meg. Építőipar az mindenkinek jó, hogyha fejlődik, és akkor a hagyományos erős magyar ipari ágazatok, mint fém, járműipar. És akkor a logisztikának a fontossága.
Ugye épülnek az autópályák. Azt a vállalást tette a kormány, ahogyan önök ezt tudják, hogy minden megyei jogú várost el fognak érni a gyorsforgalmi utak, és ezzel együtt azt a vállalást tettük, hogy minden gyorsforgalmi utat kivezetünk a határig, ahol ennek van értelme. És azt gondolom, hogy ebben jól állunk, ebben ennek a vállalásnak a teljesítésében, hiszen több megyei jogú várost sikerült az elmúlt két évben bekapcsolnunk az országos úthálózatba, de ez a munka nem állhat meg, ahogy nem is fog megállni, haladunk vele tovább. Nyilván ez egy országos vagy kormányzati központi kompetencia, hogy eldőljenek ezek a kérdések, hogy hol épül út, de azt én azt gondolom, ezen térkép alapján, ami ugye a már meglévő építés alatt álló és közeljövőben tervezetten hogy megindítani tervezett utakat mutatja, tehát azt látjuk, hogy egyenletes az eloszlás, és azt a őszinte szándékot tükrözi, hogy az ország minden sarka egységesen részesüljön a magyar gazdasági vérkeringésből. Cserpalkovics András polgármester elmondta, nem csak bevonzani, hanem megtartani is szükséges a külföldi befektetőket. Részben támogatásokból, fejlesztési forrásokból tud megvalósulni, akár kormányzati, akár kormányon keresztül érkező uniós forrásokból, de az igazi fenntartható módja ennek a fejlődésnek, hogyha a helyi gazdaság tud folyamatosan növekedni, és az adja meg aztán azokat a bevételeit az önkormányzatnak, amivel a gazdaság környezetét, egy várost lehet fejleszteni. És azok a programok, amik az elmúlt években elindultak kormányzati támogatásként, azok abszolút ösztönözték ezeket a beruházásokat és befektetéseket. A mi esetünkben a legfontosabb már nem új nagy befektetők érkezése kellett, hogy legyen, hanem hogy a meglévő nagy befektetőket, amivel az ország egyik legfontosabb gazdasági centruma ez a környezet, tudjuk megerősíteni és rávenni arra, hogy az új beruházásaikat is Székesfehérvárra hozzák, akár a vállalatcsoportokon belüli versenyek megnyerésével is, és ebben bizton számíthatunk mindig a minisztérium támogatására, és annak is örülök, hogy most miniszterhelyettes úr megerősítette azt a szándékot, hogy most van egy nagyon új, viszonylag nem régóta folyópont, a mostani gazdasági helyzetben kitalált támogatási forma, ami nagyon-nagyon sikeres, a középvállalatok szintjén is, ami belül ráadásul rengeteg magyar vállalat jutott Fejér megyében, Fehérváron is, más megyékben is segítséghez, támogatáshoz, hogy van szándék ennek a folytatására, mert hogy a vállalkozások nem csak azt jelezték, hogy számukra ez fontos volt, hanem kifejezetten dicsérték a HIPÁ-t és a minisztériumot, hogy gyors volt, egyszerű volt és rendkívül hatékony volt ez a támogatási forma. Nagyon fontos számukra és rajtuk keresztül minden megye és nagyváros számára, hogy a jövőben is legyenek ilyen befektetést, beruházást ösztönző támogatási lehetőségek. Egyúttal köszönöm szépen, hogy itt volt a Megyei Jogúvárosok Szövetsége Székesfehérváron, ez számunkra mindig megtisztelő, és szerintem ebben a másfél napban egy dolog megint kiderült, hogy ezt a 23 várost rengeteg dolog köti össze, és rengeteg dologban egymás tapasztalatát is felhasználva tudunk fejlődni, és tudunk közösen a kormányzattal egyeztetve, tárgyalva megoldásokat találni a kor kihívásaira. Mindenkorban volt, így jelenben és a jövőben is lesz. A kétnapos program zárásaként Cita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke fogalmazta meg a polgármesterek számára a közeljövő feladatait. Akinek van reptérfejlesztési igénye, az írja le, hogy hol és milyen státuszban van. Van-e megvalósíthatósági tanulmány, mert semmim nincs, csak ott van egy libalegelő, de valamikor reptér volt. Szóval adjon valami képet arról, hogy hol van, és hogyha úgy érzi, hogy a város érdekét szolgálná, hogyha a légi közlekedés valamilyen formában megjelenne nála. Kettő. Ez Taszára vonatkozik, például nálunk, mondom igazgatóasszonynak. Kettő. Van-e ipari parkja? Nem, az, nem érdekes, hogy van. Az ipari parkjában van-e még üres terület, befektetésre váró terület, hektárban, és mennyi? Ha nincs, akkor akarat, szándék, van-e és hol, és hány hektáros ipari park létesítésére? Írjon oda annyi státuszt. A földet meg kell venni, mert nincs szabad földterület. És a közművesítést pedig meg kell csinálni, és itt van rendelkezésre áll 50 hektár, de ne 1000 aranykoronát írjatok, vagy ne olyan földet keressetek. Csak ez a második pont. Itt például a keleti ipari parknál le kell írni nálunk, hogy van még 25 hektár szabad területünk, illetve az, hogy 100 hektár földet kéne venni a gazdától, annak érdekében, hogy újabb ipari tartot, és be kell jelölni a területét Kaposvár esetében. Hármas, akinek nincs még gazdaságfejlesztési irodája,
azt kívánna létesíteni, kér ebben segítséget, vagy tanácsot, hogy milyen struktúrában, milyen formában épüljön fel. Ez csak jelzésértékűnek tegyétek fel, és itt nekünk az lesz a lényeg, főtitkár azt, hogy mondom, hogy adja meg az államtitkár a számára leginkább elfogadható és legjobb létező struktúrát. Ezt kérjük el tőle. Debrecenét, Zalaegerszegét, mit tudom én, Kecskemétét, és akkor ennek kapcsán tudjuk ezt megfogalmazni. Negyedik pont, a megyeugó városok jelentős része az Interregnek valamilyen formában kapcsolódó eleme a határmenti kapcsolatok tekintetében. Mi az, amit mi fontosnak tartunk, hogy a közlekedés szempontból javuljon? Kaposvárra le lehetett menni valamikor vonattal Zágrábba, vagy Budapest és Dombovár, Kaposvár, Gyékény és Fiume vasútvonal valamikor létezett, és még most is létezik. Csak mondom a kaposvári példákat e tekintetben. Ma nincsen. És az utolsó pont, szintén a közlekedéssel kapcsolatos, és csak ismétem, amiket államtitkár kért tőlünk, Budapest és az adott megyek székely vasúti kapcsolata. Kedves államtitkár úr, még mindig 3 órába telik Kaposvárról, hogy eljussak Budapest a fővárosra. Van, hogy hülye leszek azzal menni, inkább megyek autóval. Meg azért is hülye leszek azzal, mert csak 4 intercity vonatpár van Budapest és Kaposvár között. Ehhez azt szükségeltetik, hogyha megtörtént a Kaposvár-Dombovár közötti rekonstrukciója, és ott már tud 100-al is menni a vonat, Sárbogárd és Budapest között ne 60-nal menjen, mert ezért tart 63 órán keresztül az út. Csak mondtam egy példát. Nektek ennek a rekonstrukció ellene szükség. De ezeket szeretném kérni, és azért elnézést kérek, hogy a saját magam konkrét példáit hoztam, hogy miket várok majd igazgató asszonytól, hogy leírja, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Mert ha nem élünk, akkor hiába kérem a államtitkárulat, hogy ember, kértél valamit tőlünk, mi teljesítettük, most kérjük a segítséget. Július utolsó hetének megelőző hétfője, azért, hogy főtitkár asszonyon összetudjuk tenni a 23-as megyei városok komplet anyagot, és július utolsó napján el tudjuk küldeni államtitkárulnak. A Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlése a tervek szerint évvége előtt tartja a következő ülését. Kedves nézőink, az elmúlt közel fél órában a Megyei Jogú Városok Szövetségének 2 napos közgyűlésére kalauzoltuk el Önöket. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!